Talajtorjás banda adott ízelítőt verbunk dallamokból kedden a Kossuth téren. Ehhez hasonló zene kíséri a nagyecsedi, a tyúkodi, a győrteleki és az összes létező verbunk táncokat. Az elmúlt években a nyíregyházi táncegyüttesek minden műsorban előadtak, fesztiválokon pedig tanítottak is ilyen táncot, amelynek eredete egészen a reformkorig nyúlik vissza. Ez egy improvizatív, ami a mi területünkön van, mert máshol vannak kötött verbunkok is, körverbunkok, félkörös verbunkok, de a miénk ez egy improvizatív, tehát ugye, hogy ez a szatmári nép, ez mindig ilyen szabad volt, és szeretett is szabad lenni, a tánca is ilyen. Tehát ez a szatmári, felső-tiszavidéki verbunkok, azok improvizatív jellegűek, egyéni, virtuskodó, és hát tulajdonképpen van egy bizonyos lépésanyag, amit nagyon szabadon lehet használni, és hát ezt próbáljuk megmutatni ezekben a táncokban. Tehát nem egy betanult koreográfiára kell gondolni. A verbunk alapjait képező andalgót, hegyezőt, csapásolást, vagy épp a csárdást kell ötvözni, eltáncolni és videóra venni ahhoz, hogy valaki részt vegyen a rekordkísérletben. Nyíregyházán a nyírségnek van egy nagyon jó kezdeményezése, egy rekordkísérlete, ugye valószínűleg felbozdulva a Kantemosznak a tavalyi sikerén, nem nóta kategóriában, hanem del kategóriában, hanem tánc kategóriában próbálják megszólítani az embereket, hogy táncoljanak egy percet mobiltelefonjuk segítségével, bármit lehet, az előbb én is vegyes stílust táncoltam fent verbunként a színpadon, mert azért már az alaplépések egyszerűek, azért lehet ezt cifrázni is. Ha valakinek segítségre lenne szüksége akár a tánc megtanulásában, akár a felvétel elkészítésében, augusztus közepéig a megye számos helyszínén találhat rekordpontokat, így például a Nagykáló harangodi tékatáborban, a Nyíregyházi állatpark bejáratánál, de akár Mátészalkán vagy Nagyecseden is. A rekordkísérletben Kárpát-medencei és a világ bármely pontján élő magyarok részt vehetnek. Jegyzőkönyvet fogunk majd felvenni a rekordkísérlet lefolyásáról. Pontosan 30 nap alatt kell ezt az egyperces videoklip gyűjteményt összeállítani. Az applikáció, amelyik fut azon a bizonyos verbunkrekord.hu weboldalon, a mögött van egy szerver, illetőleg lesz majd egy logfile, amely folyamatosan fogja rögzíteni az IP címeket, ahonnan ezeket a klippeket beküldik, illetőleg a klip elejét és végét, mint időpontokat. Ezt majd egy szoftver segítségével augusztus 20-án ki fogjuk értékelni, és gyakorlatilag ennek a logfile-nak a dokumentációjával fogjuk tudni majd megállapítani, hogy pontosan hány videoklipből áll ez a valóban rendkívüli gyűjtemény. Az egyperces verbunk videókat augusztus 20-án 10 óráig lehet feltölteni. Tavaly a Kantemosz rekordkísérletére több mint 7000 videó érkezett, a Nyírség Táncegyüttes ezt szeretné túlszárnyalni.